Október 23-a a magyar nemzet sorsfordító pillanatai közé tartozik. Ez a nap a bátorság, a hősiesség és a szabadság iránti szüntelen vágy jelképévé vált. Ezt a KDNP ügyvezető alelnöke, parlamenti államtitkár hangsúlyozta kedden Helvécián. Latorcai Csaba az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen kiemelte. Az évforduló arra emlékeztet, hogy a magyarok mindig bátran kiálltak nemzeti függetlenségükért és szuverenitásukért, bármilyen áron is kellett azt megszerezni vagy megtartani. Történelmünk során nem egyszer bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a legnagyobb áldozatokat is meghozni egy szabad és független Magyarországért. Az 1956-os forradalom volt az egyik legkiemelkedőbb pillanata annak a több évszázados szabadságküzdelmünknek, amely már a magyar történelem korábbi fejezeteiben, ha Hunyadiak, Rákóczi és Kossuth Lajos harcaiban is megnyilvánult. Latorcai Csaba szerint az 1956-os hősök felismerték, hogy a nemzet szabadsága nem csupán egy eszmény, hanem egy olyan ügy, amelyet a jövő nemzedékei iránti kötelezettségből is vállalni kell. Az 1956-os forradalom rávilágított arra, hogy függetlenségünk megőrzése nem csak elnyomó rendszerek elleni harcot jelent, hanem egy olyan jövő építését is, ahol a keleti és a nyugati érdekek közötti egyensúlyteremtés elengedhetetlen. Magyarország számára a nemzetközi együttműködés ma is kiemelt jelentőséggel bír. A nemzeti összefogás, a bátorság és az együttműködés iránti elkötelezettség azok a pillérek, amelyekre egy erős és független Magyarország, egy erős és független gazdaság épülhet a jövőben, fogalmazott a politikus. A helyi művelődési házban tartott emlékünnepségen a Helvécia Ballószög általános iskola Weber Ede általános iskolájának felső tagozatos diákjai és énekkara idézte fel az 1956-os eseményeket.